több évre előre tekintve, nagyon-nagyon hosszú távon az arany árfolyam emelkedését prognosztizálja a technikai elemzés. Azonban az elmúlt napokban egy rövid távú eladási lehetőség bontakozott ki 1190 dollár környékén, 1135-ös célárral. Ezt a lehetőséget a portfólió trader szobában meg is fogalmaztuk. Nagyon gyakran felmerül ilyenkor a kérdés, hogyha ha ha jelenlegi eladási pozíciómat zárom, akkor érdemese egyből vételi pozíciót nyitni? Erre a kérdésre keresünk választ. Erre egyértelmű válaszunk az, hogy nem. Sokkal erősebb piaci együttállásra van szükségünk, mint hogy egy korábbi eladási pozíció után egyből fordítsunk, egyből árfolyam emelkedésbe gondolkodhassunk. Ahogy írtuk, az arany távon már azokat a jeleket mutatja, ami stabilizálódhat, de nagyon-nagyon mélyen kezdődik az érték a nemesfémben. Nem mondjuk, hogy le fog szúrni 1110-1120 dollár környékeig, de hogyha megteszi, akkor bizony bizony technikailag igazolható, hogy miért jó vétel. Az elmúlt hónapokban kialakult egy mélypont, egy csúcs, egy újabb mélypont, egy magasabb csúcs, és valahol itt 1110-1120 környékén jönne, vagy jöhetne a trendvonal harmadik érintése, ami egybeesne a korábbi mélyponttal, ahol az árfolyam új csúcsra ment. Jobban mondva, ez egy zóna. Ezt egy pontnak veszi a technik elemzés, hiszen ebből a pontból ezen a ponton ment új csúcsra, ez egy technikai szintnek számít. Szóval a válaszunk az, hogy bár nagyon-nagyon jó eladási lehetőség volt. Nem kell egyből fordítani, kicsit lejjebb kell csalogatni az árfolyamot. 1110-1120 környékén kezdődik az a zóna, ahol jelentős árfolyam emelkedés prognosztizálható a technik elemzés szerint, hiszen itt fut a középtávú napos emelkedő trendvonal, valamint egy korábbi jelentős zóna technikai szint. Köszönöm szépen már a figyelmeteket, találkozunk következő videónkban, vagy valamelyik rendezvényünk itt a Polgár utca 8-10 alatt, Trader Akadémiánkon, vagy webinar formában is találkozhatunk a neten. Sziasztok, sok sikert nektek!